autopilóta üzemmódban vagy. Napi tevékenységeink egy részét néha automatizált módon is elvégezhetjük, ha van választásunk. Még rosszabb, ha nem vagyunk ennek tudatában, és ugyanazokat a viselkedési mintákat ismételjük, akkor ez válik alapbeállításunká. Ez különösen akkor problémás, ha ezek az automatikus viselkedés minták nem szolgálnak minket, vagy ami még rosszabb, ellenünk dolgoznak. Ez aztán például túlfogyasztáshoz, a felelősségek elkerüléséhez, homlokráncoláshoz és az élettel való elégedettség csökkenéséhez vezethet. Nagyon könnyen ellenőrizhető, hogy robotpilótával működik-e. Olvassa el az alábbi listát, és nézze meg, hogy vonatkozik-e önre. Elindulsz valahová, és az úti célodhoz érve rájössz, hogy nem emlékszel az útra. Nem emlékszik, hová tett egy tárgyat le. Nem emlékszik, hogy kikapcsolta-e a vasalót, elzárta-e a gázt, becsukta-e az ajtót, stb. Belépsz egy szobába, és elfelejted, miért mentél oda. Amikor beszélgetsz valakivel, inkább arra koncentrálsz, hogyan fogsz válaszolni, mint arra, amit a beszélgető partnered mond neked. Olvasol vagy nézel valamit, de egy idő után már nem emlékszel, hogy mit láttál vagy olvastál. Nem emlékszel egy új ember nevére, akivel találkoztál. Ha megálltál néhány ilyen ponton, üdvözöllek a klubban. Ez az automatikus üzemmód teljesen normális és sok esetben nagyon hasznos. Ez azért van így, mert így felszabadíthatjuk elménket a jól ismert feladatok alól, energiát takarítunk meg és csökkentjük a stresszt. A probléma akkor merül fel, amikor a robotpilóta egyszerűen túl sok az életünkben. Autopilot otthon és a munkahelyen. A kapcsolat és a figyelem hiánya sok szinten visszahat. Nem számít, hogy a magánéletünkről vagy a szakmai életünkről van szó. A személyes élet szintjén a robotpilóta sokat segít a figyelem hiányban és egyfajta érzelmi elszakadásban. Látszólag otthon vagy, de a valóságban a gondolataid és a jelenléted valahol messze van. Ilyen állapotban nehéz egy másik emberrel teljes és empatikus módon kommunikálni. Szakmai szinten a robotpilóta úgy néz ki, mintha tevékenységet végeznénk, de valójában a figyelmünk nagyon kis százalékát fordítjuk rá. Ha a 40. papírlapot fénymásoljuk 100 közül, talán nincs szükségünk borotva éles figyelemre, de ha valami igényesebbet csinálunk, talán nem ártana egy kicsit jobban összpontosítani és koncentrálni. Autopilóta üzemmódban nem csak jó hallgatóságnak lenni nehéz, de ugyanilyen nehéz kreatívnak vagy alkalmazkodóbbnak lenni. Ilyenkor könnyen beleeshetünk abba a csapdába, hogy állandóan akció üzemmódban vagyunk. A figyelem hiánya egyfajta szokás, amelyet nem mindig könnyű elhagyni. Nem meglepő, hogy a szokások egy bizonyos ponton a második bőrünké válnak, és ezt általában elég nehéz levetkőzni. A tudatosság egyfajta ellenszere a robotpilótának. Azzal, hogy megpróbálunk jobban odafigyelni saját gondolatainkra, érzéseinkre és a testünkből érkező érzésekre a pillanatban, megadjuk magunknak a választás szabadságát, és nem kell kitaposott utakat követnünk, olyanokat, amelyek a múltban problémákat okozhattak. Minden mindfulness tréning célja a tudatosság növelése, hogy ennek révén megválaszthassuk, mikor és hogyan reagálunk egy helyzetre, és ne automatikusan reagáljunk. Ez úgy történik, hogy gyakoroljuk, hogy jobban tudatában vagyunk annak, hogy hol van a figyelmünk, és hogyan változik a gondolataink, érzelmeink vagy testérzeteink hatására. Az edzés, gyakorlás vagy gyakorlás szó itt nem véletlenül szerepel. Végül is az automatikus viselkedésmódok megváltoztatása némi erőfeszítést és rendszeres gyakorlást igényel. Azonban jutalmul teljesebb életet és mélyebb élményeket kapunk. Természetesen mindig van választásod,
és miközben olyan dolgokat csinálsz, amelyek nem érdekelnek. Bekapcsolhatod a robotpilótát, és máshová terelheted a gondolataidat, vagy csinálhatsz valami mást is ugyanabban az időben. Mielőtt azonban ez megtörténne, ki kell képezned magad a tudatosságra, hogy felismerd, mikor cselekszel tudatosan, és mikor automatikusan. Ennek érdekében meghívom Önöket a következő feladatra. Üljön kényelmesen valamilyen tárgy, növény vagy fal közelébe. Fontos, hogy ez valami gyakorlatilag helyhez kötött és biztonságos környezetben legyen az Ön számára. Az lesz a feladatod, hogy 3 percig bámuld ezt a tárgyat. Nem sokáig, ugye? Ezután készülj fel a gyakorlatra, válasz egy tárgyat, amelyre figyelsz, és ülj kényelmesen a közelébe. A következő 3 percben figyelmét kizárólag ennek a tárgynak szentelje. Ne sodródjatok gondolataitokkal az itt és moston túlra, a kiválasztott tárgy megfigyelésén túlra. Az Ön feladata csak a megfigyelés. Ne meditáljatok semmin, és ha gondolatok merülnek fel, hagyjátok őket tovább áramlani, ne állítsátok meg őket. Amikor az idő ismét lejár, hallani fogjátok a hangomat, amely tájékoztat benneteket, hogy a gyakorlatnak vége. És most itt vagyunk, kezdjük. Három perc telt el. Hogy érzed magad? Most lazítson, és gondolkodjon el a gyakorlat közbeni érzéseiről, érzelmeiről és gondolatairól.
Ez az egyszerű gyakorlat lehetővé teszi, hogy kitisztítsa elméjét a nyüzsgésből. Fokozatosan akár egy órára is kiterjesztheti. Sok szerencsét!